Ilyen hosszú és kétes végkimenetelű labdamenetek gyakorta jellemezték a gyengébb játékerőt képviselő csapatok mérkőzéseit az úgynevezett B kategóriában, ahol éppen a három fős csapatok jelenléte volt a jellemző. Az A kategóriában is előfordultak triók, de itt azért a klasszikus strandröpis felállás, a páros is jellemző volt. Találkozhattunk lány, illetve hölgy triókkal is, akik között bizony kakukktojásnak számított az egyik csapatban felbukkanó egyetlen fiú. Ez a forduló is azért vonzott a strand és élményfürdőből érkező semleges nézőket is, mert más strandröpis amatőr tornáktól eltérően itt Szekszárdon tudásban jobban közelebb állnak egymáshoz a csapatok, mint úgy általában az amatőr rendezvényeken. Minden tökéletes, sőt, ennyi csapat még nem is volt, tehát ez, azt hiszem, csúcsot döntöttünk, 17 csapat van, elég nagy fejtörést is okoz, hogy menjen a lebonyolítás, de szerencsére három pályát tudunk állítani. Az időjárás majdnem tökéletes, a szél egy kicsit erős, de a napsütés az adott. Sok helyről Kecskemét, Dombóvár, Kaposvár, Dunaújváros, Paks, jönnek sok felől, hál' Isten. Tovább terjed a torna híre. Újabb triók érkeznek a Dél-Balaton és Kiskunfélegyháza az Alföld térségéből. A visszajáró felföldi Edina Kuruc Tamás páros csábította le szintén a félegyházi Kollát Petra Cibolya Csaba dúót. Ott jártunkkor az A kategóriában éppen egymás ellen meccseltek az Alföldről érkező teremröplabdás múltú négy fiatal. Nekem van egy Kiskunfélegyházi jó barátom, akik anno egy másik versenyen, valamilyen tónál, nem tudom pontosan, ott kezdtek el versenyezni, és az teljesen leépülésre került, és itt találták meg pár éve ezt a tornát, és azt mondták, hogy nagyon jó, mindenképpen jöjjünk el, mert élvezni fogjuk. Egyetemen kezdtem el röplabdázni, és úgy kerültem a strandröplabdához, és hát igazából ezt jobban szeretem. Ugye a meleg miatt is, meg a hangulat is sokkal jobb. Én a jól érezzük magunkat stílust képviselem, egyáltalán nem komolyan, hanem tényleg hobbi szinten. Már nem először tapasztalhatjuk, a röplabda hozza össze a párokat a magánéletben is. A röplabda nagyon nagy szerepet játszott a ismerkedésünkben, és ez egy szintén a Kiskunfélegyházi barátommal, illetve neki a nővérével, mert őt előbb ismertem, így indultunk egy csapatba, és ott ismertem meg a páromat, ami eszméletlen love story. A különböző tudásúak jelennek meg itt, de nincsenek nagyon profik. Tehát olyan igazolt játékosok, másik régióban előfordul ez, de nehéz is kiszűrni, hogy most igazolt vagy volt igazolt játékos. Meg szerintem itt a többség az a játék miatt jön, hogy élvezze, és mi nagyon jól érzünk magunkat, és szerintem mindenkinek van sikerélmény, pláne úgy, hogy ugye szétszedik, és van egy alsóág is. Az elsőbb kiesettek, és egy ilyen külön kis bajnokságot és eredményeket tudnak elérni. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó. Lába, kézzel, feje, ahogy érünk a labdához, az a lényeg, hogy megmentsük, és utána tudjunk belőle jönni. Mindez a felsőházban összesítésben a 8. helyhez volt elég a szekszárdi bajnokság második fordulójában, ebben a kiegyenlített mezőnyben.